17. alkalommal rendezték meg Balatonbogláron a Méta Fesztivált, mely magába foglalja a gyermek- és ifjúsági néptánc csoportok koreográfia versenyét és a futóméta bajnokságot. A Galga Hévízi Kisbetyár táncegyüttes már negyedik éve vesz részt a fesztiválon. Ez a fesztivál a Balatonboglári Helyi Érték Egyesületnek egy jól menő, több év, most már lassan évtizede tartó rendezvénye. Igazából magát, a sikert az adja, hogy itt nem csak táncolni lehet, hanem itt van a Balaton, lehet benne fürödni, és egy másik nagyon fontos dolog a sport a fesztiválban, ez a futóméta bajnokság, ami egy népi sportjátékon alapul, de most már nagyon komolyan veszi minden csapat, aki benevez, egyre többen vannak benne. Úgyhogy ez így kerek egész, és egy országosan meghirdetett fesztivál, amire egyre többen jelentkeznek, hál' Istennek. A háromnapos fesztivál a futóméta bajnoksággal kezdődött. A métajáték eredete több évszázadra nyúlik vissza, hagyományos magyar népi labdajáték. Több változata ismert, a várméta, a körméta és a futóméta. Ütős sport, amiben két csapat vesz részt, az egyik az ütő, a másik a kapócsapat. Maga a méta egyrészt az ütés ügyességén, másrészt pedig a gyors futáson alapul, illetve pontot úgy lehet szerezni, hogyha valaki miután elütötte a labdát, átfut a másik oldalra, és akkor leteszi a kezét a vonal a másik oldalára. Viszont a fogadó csapat pedig el kell, hogy kapja ezt a labdát. Hogyha kézbe elkapja, akkor rögtön cserél a két csapat, és ugye a fogadó lesz az ütő, ők szerezhetnek pontot, de megakadályozhatja ezt úgy is, hogy a labdát az éppen futó játékoshoz próbálja érinteni vagy dobni, és akkor ezáltal szintén nem tud pontot szerezni az ütőcsapat. Milyen eredményt ért el az iskola ebben a versenyben? Hát nagyon büszke vagyok rájuk, vagy vagyunk rájuk. Megnyerték 80-as gólkülönbséggel, úgymond 80-as pontkülönbséggel nyertek. Tavaly másodikak lettünk, előtte megnyertük szintén, úgyhogy nekünk így a tánc mellett ez egy nagyon-nagyon fontos dolog ez a méta. Szeretik is a gyerekek ezt is, meg a másik, a vármétát is, de most itt ezen indultunk. A második napon már a koreográfia versenyről szólt minden, közel 600 néptáncos mutatta be produkcióit. Az értékelésnél a koreográfia, a néptánc tudás mellett fontos szempont volt, hogy a fiatalok mennyire ismerik a hagyományokat, szokásrendeket. Felcsiki táncokat táncoltunk, az volt a neve, hogy bocs. Ez egy picit kétértelmű, ugye egyrészt jelenti azt, hogy elnézést, másrészt pedig egy macira, egy medvebocsra is utal. Egy tréfás táncot igyekeztünk nekik betanítani, a koreográfia is eléggé humoros, vicces volt, amit azt hiszem ők is élveztek. Másrészt pedig maga a tánc is egy dinamikus, lendületes, ami ugye adja ennek az egésznek a vidámságát. A felcsiki táncokban van egy olyan rész, aminek azért, hogy medvés, amit a lakodalmakon szoktak eltáncolni viccesen a férfiak egymással, kicsit termékeny varázsló, úgyhogy nem mennék most bele, hogy pontosan miről szól. Ezt finomítottuk le nekik a gyerekek szintjére. A fiúk voltak a medvebocsok, akik egyszer csak fölébredtek a lányok hatására, aztán a végén pedig bocs, elaludtak újra. Hát nagyon szeretünk rajta részt venni, már negyedik éve.
mindig örömmel megyünk oda, és sokan, hála Istennek, sokan vagyunk a csoportban, akik táncolnak, szeretjük csinálni. Mi a V kategóriában vettünk részt, ami azt jelenti, hogy vegyes kategória, amivel voltak alsós, felsős és középiskolás táncosok is a csoportban. Ezen kívül volt még A kategória, ahol alsósok, B kategória, ahol felsősök, és C kategória, ahol középiskolások vettek részt a versenyben. Mi 3 óra fele kerültünk sorra. Szerintem jól sikerült a táncunk, jól éreztük magunkat. És végül 5-ek lettünk kategóriánkban 7 csapat közül. A koreográfiát Balla Tímea és Balla Zoltán tanította be. A 25 fős kis csoportot a szülőkön kívül az önkormányzat is támogatta a fesztiválon való részvételben. A 3 napos fesztivál ugye nem csak az utazás, hanem egyéb költségei is vannak. Ez a szülőkre elég nagy terhet ró, de minden évben úgy veszem észre, hogy támogatják a gyerekeket. A szülők vállalták a nagy részét, tőlük kaptuk a reggelit is, segítettek a csomagok szállításában, meg ott is helyileg, amiben tudtak, és a helyi önkormányzat is támogatta a fesztiválon való részvételünket, úgyhogy tőlük is kaptunk anyagi segítséget. A fesztiválon bemutatott koreográfiát június 6-án csütörtökön 18 órai kezdettel is előadja a Kisbetyár Néptánccsoport. Helyszín a Galgahévízi Kodály Zoltán Művelődési Ház lesz.